Sziasztok, Metszer Vikivel beszélgetünk éppen. Szia Viki, köszönjük szépen, hogy eljöttél, köszönjük, hogy megtiszteltél a sóstón, ezek a buliát, hogy felléptél. Hogy érezted magad ezen a mostani első strandos bulin? Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást először is. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, jó volt a hangulat, jó fejek voltak az emberek. Én alapból szeretem Nyíregyházat, régen többet is jártam már itt, meg léptem már fel, úgyhogy én izgatottan vártam ezt a mai estét, és tényleg nagyon szerintem nagyon jól sikerült, mindenhol emberek voltak, mindenhol buli volt, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam. Nagyon, mi is nagyon jól éreztük magunkat. Mesélj egy kicsit, hogy hol találkoztunk veled, a közéjövőben fesztiválok, egyébként bármilyen fellépések, hol találkoztunk veled? Hát lesz nagyon sok minden most a nyáron, több fesztiválon is lesz szerencsém fellépni, ezek közül szerintem amik a legfontosabbak, úgymond minden DJ életében, az mondjuk egy Balatonszán vagy egy EFOT, azt már nagyon-nagyon várom, azon kívül lesznek külföldi fellépések is. Holnap például Zágrába egy nagy fesztiválra megyek, a Westgate Union Fesztiválra, ahol David Morales mellett is lesz szerencsém játszani, úgyhogy nagyon sok jó név lesz majd a buliba, Hard Rock, Sofa, ilyesmi, úgyhogy nagyon várom már ezt is. Oké, és rendben. Mesélj magadról egyébként, mit csinálsz, hogyha nem fotóznak, ha éppen nem fellépsz, hogyha is egyébként nem... Nem igazán. Mesélj valamit magadról. Nem igazán fotóznak egyébként, de engem nem úgy kell elképzelni, hogy az a DJ hölgy vagyok, aki minden héten valamilyen fotózásom van, vagy a flyereihez készít képeket. Én általában ilyen fél évente egyszer rászánom magam, és akkor nyilván csináltatok új képeket, hogy azért legyen változatosság ezen a téren is. De inkább azért a hangsúlyt a zenére fektetem magára, hogy mindig megújuljon a szettem minden egyes buli alkalmával, akár egy-két trackkel, de mindig ezen vagyok, hogy ez jobb és jobb legyen, meg szórakoztató. Mik a távlati célok? Mesélj kicsit arról, hogy mik a közeljövőben a célok, mit szeretnél elérni, esetleg hol a legközelebbi nagy lépcsőfok, amit el szeretnél elérni. Hát, egész mondatban válaszoljunk, ha lehet. Jó, rendben. Hát a céljaim a jövőben az abszolút producer partnerekkel, társakkal, a Noendel például újabb zenéket készíteni. Ugye a tavalyi év az elég gyümölcsöző volt, Olvaj Renivel készült dal, Dukai Reginával készült dal, idén is egyébként ez a hasonló párosítás meg lesz, mert hogy a Reni az újból szeretne közös dalt, a Dukai Reginás meg már készen van, úgyhogy arra meg most próbálunk majd klippet forgatni, ha nem is forgatunk klippet, akkor is el fog indulni a Music FM-en, fogjuk bemutatni a dalt, és akkor elindul majd a játszás, úgyhogy erre már nagyon készülünk, meg nagyon várjuk. De ha minden igaz, akkor a Renivel is lesz majd még produkció, közös produkció így együtt. Ezekről a számokról egy kicsit mesélj nekünk, hogy zajlik egyébként, hogy a Tolvaj Renátával összeültök, mi az az első, legfontosabb, amit megbeszéltek, mi az az első dolog, amit... Hát, ami a produceri munkát illeti, én minden egyes mozdanatnál azért szeretek ott lenni, akár amikor a fiúk összerakják a dalt. Ugye én nyilván nem vallom magam producernek, mert nem is vagyok az. Nem is szoktam a zenéimet csak a saját nevemhez kötni, akkor mindig elmondom, hogyha ez szóba kerül, hogy nekem mindig vannak vagy silent producer, vagy tényleg olyan producerek, akikkel szeretek együtt dolgozni. Ilyen például ugye a Noend, aminek az egyik oszlopos dalja Dave Martin, ugye a Stereo Max-ből ismerhető. És szerintem nagyon jó velük együtt dolgozni, mindig meg tudjuk találni a közös hangot, és hát ehhez kell nyilván jó énekes, ilyen például a Reni, aki azt gondolom, hogy nagyon profi, egy Megasztár győzelem után már azért elég könnyű egy ilyen énekesnővel együtt dolgozni, és hát a Reginát is nagyon tehetségesnek találom, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó partnerek kellenek egy jó zene elkészítéséhez. Én meg amire igazából a hangsúlyt fektetem mindig, hogy ezek a dolgok jól összejöjjenek, meg igazából próbálom összefogni a csapatot, úgyhogy... Igen. Úgyhogy meg megálmodom a dolgokat, hogy mit szeretnék, hogy szeretném, úgyhogy abszolút ez egy nagyon jó csapat szerintem. Mesélj a távlati célokra, egyébként nagyon szép vagy, nagyon szép a tetkó, egy nagyon dekoratív lány vagy. Mesélj magadról, barátod, esetleg magánéleti dolgokat, mit tudhatunk meg itt a sósában? Hát magánéleti semmi. Magánéletre nem szeretek beszélni, nyilván nagyon sokan tudják, hogy ki a párom. És viszont, de ennél bővebb... Mi lesz mondjuk 10 év múlva? Hogy tervezed a esetleg, hogyha... Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem szeretnék járókerettel DJ-zni. Nem ez az álmom. Imádom ezt csinálni, amit csinálok. Tényleg nagyon jó dolognak tartom azt, hogy a hobbimból mondhatni megélhetek, és tényleg azt tehetem, amit szeretek, és emberek között vagyok, és tényleg bulisztathatom őket, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, viszont nyilván vannak későbbi terveim is, hiszen szeretnénk majd családot, gyereket, nyilván a későbbiek folyamán. Lehet, hogy visszatérek majd utána, lehet, hogy nem, lehet, hogy másba fogok kezdeni, de abszolút sok minden érdekel még a privát életben is, úgyhogy...